Milán, te mitől vagy boldog? Milán, boldog vagy? Szerintem mindenképpen vagy hozzátartozik, nem mondom, hogy az, de hozzátartozik az, hogy az ember így kikerül egy kicsit az önközpontúságból, meg az én központúságból is, és sokkal lejjebb tudja magát rangsorolni, és mondjuk a házasságban sem az marad meg, azok az úgymond csaták, vagy hatalmi harcok, vagy nem tudom, hogy az ember az önérdekét érvényesítse, vagy nem tudom, hanem hogy egy ilyen mélyebb szintre helyezi magát, és akkor most már így a családnak az érdekeit tartja szem előtt. Hát szerintem sokat kell beszélgetni. Az őszintes. Igen. Ez, hogy nem, mert én, mint nő, így tulajdonságból fakadóan, hogy a megsértődés az elején az úgy ment, hogy ezt hittem, hogy a férjem, aki a szerelmem, hogy ez meg kitalálja, hogy én miért sértődök meg, és akkor meg fogja azt nekem oldani. Holott nem, honnét tudja, ha én nem mondom el. Úgyhogy erre rávezettük egymást, én meg abból a férfias, markáns stílusból megkértem, hogy ő meg ne úgy magyarázzon nekem, hogy esetleg valamit eltévesztettem, hanem ő meg úgy magyarázzon nekem, mint egy 3 évesnek. Úgyhogy ezt mi megbeszéltük, hogy mi bármi van, az alapoktól kezdjük, és mindent megbeszélünk, és mindent átbeszélünk, bármi bánt minket, vagy bármi olyan van, amit nem úgy gondolunk, ahogy a másik. Férfi vonalban meg így nagyon sok mindent így el kell tudni engedni. Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy az elején otthon úgy beszéltem, mint a kollégáimnak mondanám, hogy ezt csináld, azt csináld, most csináld, és aztán ez így rájöttem, hogy nem jött be. Mint hogy így elérem, amit akarok, de nincs otthon boldogság, meg nincs otthon jó kedv, csak ilyen irányítatás. Úgyhogy sok dolgot egyszerűen el kell engedni. Meg kell csinálni azt is, amihez nincs kedvem. Ja, és kell egy szerszámos láda. Ez fontos. Nagyon fontos az, hogy sok időt töltsünk el egymással. Például fontosak a családi vacsorák, hogy együtt töltsük el a családi vacsorákat, amikor minden meg lehet beszélni közösen, sok közös dolog jön föl, és ezeket megfelelőképpen meg tudjuk beszélni egymással. Ilyenkor szoktak megtörténni a nagy események, ilyenkor vannak a nagy fejmosások, és ilyenkor vannak a nagy nevetések, ezek azok az órák, és hangsúlyozom, órák, mi órákig eszünk. Nem azért, mert nagyok szeretnénk lenni, hanem azért, mert ez az idő egy nagyon-nagyon fontos arra, hogy valóban azokat, amiket hétköznapokon, napközben elmulasztunk, hisz nem töltünk egymással időt, azt este kipótoljuk, illetve bepótoljuk. Ennek eredményeképpen az este, a vacsora az nálunk nem egy ilyen letöltendő, kitöltendő, pipálandó dolog, hanem az egy ilyen elnyúlik. Ez pálma tudja nagyon jól, általában 10:30-kor előfordul, hogy fekszik le, de 9:30 előtt soha, mert mi eltöltjük ezzel az időt örömben. Szerintem a boldog család titka egymásra figyelés, hogy mindig meglegyen egymás felé a bizalom, az odafigyelés, hogy jusson időnk egymásra, külön-külön a gyerekekre is, és a házaspárnak is egymásra. Ezért szoktunk lánynapot tartani, meg szoktunk külön csak randinapot tartani, amikor csak ketten vagyunk, és majd ha a fiúk nagyobbak lesznek, akkor majd lesz fiúnap is, gondolom.